Cseke Szabolcs ismertebb nevén Tücsök Szabi zenepedagógus és hangterapeutával beszélget, a műsorszerkesztője Mári Szabó Eszter. Budára beszökött az ősz, szőlőhegyen pipál a csősz, piros-sárga lett az erdő, mosolyog a bárányfelhő. Tücsök Szabi ámul, bámul, mikor a táj elé tárul. Csodavilág köszön neki, hívja gyere te keregni, madarakkal dalolászni, levelekkel táncot járni. Dédó, madarakkal dalolászni, hip-hop, 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 levelekkel táncot járni. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is itt a stúdióba. Isten hozott, Szabolcs! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is, és téged is. Köszönjük a zenéket, amit hoztál. Előre szólok a hallgatóknak, hogy 3 zenét fogunk hallgatni a mai műsorunkban, 2 gyermekzenét és 1 felnőtt zenét a legvégén, amelyeknek te írtad a zenéjét, versét, illetve az utolsót, azt nem. Igen, az egyiket Vörös Sándor írta. Igen, tehát ez egy remek. Én költőtársad, igen. Hogy jutottál te ide a gyerekzenéig? Hiszen már neked kirepültek a felnőtt gyermekeid, és most kezdtél el gyerek nótákat írni. Ez hogy alakult így, ilyen későn? Én azt hittem, hogy amikor a bölcsőbe rengetted őket, akkor írtad nekik ezeket a kedves gyerekdalokat. Nem, akkor is zenéltem már. Akkor milyen zenét? De akkor még más volt a fókuszban. Uh-huh. A zene nem játszott ekkora szerepet az életemben. Ilyen jelentőségű nem volt. De akkor már énektanár voltál? Nem, énektanár is akkor lettem, mikor ők már nagyobbak lettek. Énektanárként dolgoztam néhány évet, 2 iskolában is. Közben népzenészként is elkezdtem működni. Együtt működött a munka, a népzene, a tanítás, és a gyerekek megnőttek. A népzenén keresztül nagyon sok mindennel kapcsolatba kerültem, nagyon sokat köszönhetek neki, és így kerültem el a gyerekek közelébe is, és egyszer csak azt tettem észre, hogy énektanár vagyok. Így aztán még közebb kerültek a gyerekek, tanítottam 1-től 8-osig, mindig a nehezebb gyerekekkel találtam meg jobban a hangot. Velük van a nagy munka, feladat. Igen, igen, és ők jobban meghálálják, jóval nyitottabbak, igen, sokkal könnyebb közelebb kerülni hozzájuk, könnyebb segíteni nekik. És azt tettem észre, hogy ők vesznek körbe elsősorban, és néhányuknak nagyon jól tudok segíteni, és mankót adni a kezükbe az éneklés által, meg egyéb emberi kapcsolatok által. És innen valahogyan egyenes út vezetett a gyermekvédelemig. Egyszer csak ott találtam magam párhuzamosan a tanítással a gyermekvédelemben, ahol megint csak azt vettem észre, hogy az akár gonosztevőnek kikiáltott gyerekek között vagyok, a kezelhetetlennek kikiáltott gyerekek között, akiknek nagyon nagy szívük van, és nagyon nyitottak bármiféle jóra, és nagyon szépen tudtunk együttműködni, együtt zenélni, együtt énekelni, kicsit megnyitogatni az ő szívüket. Tehát akkor te mindig a muzsikáddal találtad meg a utat hozzájuk? Igen. Vagy van valami különleges képességed is még?
Nem tudom, a muzsika az alkalmas mindenképpen erre, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Szívnyitogató muzsika, igen. Igen, igen. És lerövidíti az utat a lélektől lélekig, az biztos. Nagyon szépen mondod, és így is van. Nem én mondtam, nagy költőnk mondta. Szóval mindenképpen a szülő-gyermek viszonyban, a házastársi viszonyban, mindenféle emberi kapcsolatokban nagyon sokat segít az éneklés, a zene által kinyitott szív. Vagy a közös zenehallgatás is. Igen, igen. Ahol igen, tényleg igen. Olyanokat lehet elmondani egymásnak, amit szavakkal nem. Így van. Igen. A tekintetünkben is ilyenkor benne van, ha együtt zenélünk. Igen. Nagyon sok minden. És hát ugye a hang a lélek akusztikus lenyomata, tehát a hangunk is hordozza a lelkünket. Ugye most a kedves hallgatók nem látják a kedves mosolyunkat és a tekintetünket, de a hangban ugye nagyon, tehát most nem csak nem az a lényeg, hogy egy hang szép legyen, hanem olyat sejtessen, olyant tükrözön, tehát magát a lelket adjuk át. Mert vannak néha diszonáns hangok is, amik gyönyörűek tudnak lenni. Én például nagyon szeretem Bartókot, meg van egy jó pár kortárs zene is, de hogy a diszonanciában is van szépség. Tehát, és nem feltétlenül a mindenki által elfogadott szép a szép. És hát ugye a népdalokra visszatérve, amit a műsor előtt beszélgettünk, hogy te szereted így egy kicsit átalakítani a negatív üzenetet pozitívvá, és hogy ezen vitatkoztunk is az imént egy pár percig, hogy, és igazat adtam neked, hogy meg kell mutatnia, mert nagyon sok fájdalom van a magyar népdalokban. Én is nagyon szeretem énekelni is, meg műsorba is szerkeszteni, de úgy érzem, hogy több a fájdalom a magyar népdalokban, mint az öröm. És olyan nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy átmantrázod, vagy átírod, vagy hogy mondtad azt az előbb, hogy igen. Hogy bizonyos szomorú hangulatú dalokat átalakítasz ilyen pozitívvá. Igen, van egy ilyen törekvésem. Mondd ezt belőle egy idézetet, amit igen, nekem mondtál. A felnőtt koncertjeim keretében szoktam úgymond magyarul mantrázni, hiszem azt, hogy a magyar nyelvvel jobban meg tudjuk nyitni a szívünket, igen. Mint mondjuk egy szanszkrit mantrával. Hát persze. Mert ez nekünk szól, ezt értjük, ezt a szívünk is érti. Igen. És a magyar népdal kincset szoktam felhasználni ezekhez, amiket nagyon sok esetben valóban átírok és megfordítok, mert valóban rengeteg szomorú, keserves népdalunk van, amik a fájdalomról szólnak, az elvesztésről. Például a szerelem-szerelem átkozott gyötrelem. Szerelem-szerelem átkozott gyötrelem. És hogy is írtad át? És az én olvasatomban pedig szerelem-szerelem áldott szép szerelem. Igen, ez lenne jó. Igen, na most nyilván mind a kettő benne van. Érdemes és jó, hogyha a fájdalmunkat kiénekeljük. Igen, kell, hogyha ez egy mantrázássá válik, és csak erről énekelünk, és önbeteljesítővé válik, igen. Akkor az nem szerencsés. Az önsorsrontás már lassan. Igen, és a kimondott érdemes. Szó szentsége és ereje. Igen, ezért az érdemes a jóról is énekelni. Igen, igen. A kettő együtt állja meg a helyét, és nem feltétlenül mondja ellent egymásnak. Igen. Fény és árnyék, meg ahogy kint úgy bent, ahogy fönt úgy lent, ez az egész életünket átszövi. A következő dalunkat kérlek vezest föl, mert még mindig a Domi Dala Dom című Tücsök Szabi CD-ről fogunk adni egy dalt. Igen, itt egy Vörös Sándor versről van szó, amit nagyon sokan ismernek. Az történt, hogy 3-4 évvel ezelőtt elkezdtem óvodákba járni, rendszeres, heti rendszerességgel, játszani, együtt megőrülni, együtt felszabadulni, együtt zenélni, dalolni, csörögni, zörögni a gyerekekkel, túllépve azokon a kereteken, amik egy óvodában vannak egyébként, meg az oktatásban általában, egy kicsit felszabadítva őket, megengedve nekik, hogy adják magukat. Nekik még könnyebb, mint a felnőtteknek. Bizony. De nekünk is, tehát a gyerekeknek, tehát gyerekkorban kell ezt megtanulni, nem? Igen. Hogy felnőtt korban ezt majd ki tudjuk muzsikálni, vagy írni, vagy festeni. Igen, és nem fegyelem kell olyankor, hanem felszabadultság. Hanem kegyelem. Igen, nagyon szépen mondtad. Így aztán Tücsök Szabi zeneóviként működik ez a, az óvodai együttzenélés azóta is. És bocsánat, de hogy is volt ez az elnevezés? Mert az arról is meséltek, hogy Szabi... miért vagy te tücsök? Jó, hogy hegedülsz te, de nem csak igen, nyáron hegedülsz, hanem akkor is előfordult is. Már, hogy meghívtak babazsúrokra, születésnapokra. Most már azóta fesztiválokra is meghívnak Tücsök Szabi Móka néven. De amikor ez indult, akkor ilyen kis családi eseményeken megjelentem, és egy 3 éves gyerek
fogadott úgy, tudta, hogy Szabinak hívnak, uh-huh. látta a hegedűt a kezemben, uh-huh. és megörült, mikor megérkeztem, uh-huh. és azt mondta, hogy szia, Tücsök Szabi, ezzel aztán meg is született a nevem, amit uh-huh. azóta használok, és nagyon sokan csak így ismernek. Hallgassuk meg Tücsök Szabit. Robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon, diridongó, dindon, diridongó. Aki borul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, diridiridindon, dongó. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, diridiridindon, dongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, leröpül a retyerutya. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, diridiridindon, dongó. Dindon, diridongó, dindon, diridongó. Dindon, diridongó, diridiridindon, dongó. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádióban a Jutalomjáték című műsort hallgatják, és benne Tücsök Szabi zenélt, és még fog is, de már csak egyet. De amíg azt a zene nem fölhangzik, addig kérem, hogy mondd el a további életpályádat, mert nagyon sok mindent csinálsz, be se fog férni ebbe a műsoridőbe. De ezt próbáljuk meg, jó? Mert nagyon összetett az életed és a tevékenységed. Jó. Igyekszem rövidre fogni és összefoglalni. Az óvodákról már beszéltünk, és egyéb műsorokról, gyerekműsorokról, gyerekkoncertekről, amik Tücsök Szabi Móka néven zajlanak. Baba-mama foglalkozásokat is tartok, talán az ország egyetlen férfi foglalkozás vezetőjeként, és nagyon jó érzés innen elkezdeni a csecsemőktől, az egész piciktől. Hiszen onnan kell, hogy Kodály Zoltán apánk is megmondta, hogy már igen. A anya méhben. Kell pontosan. Kezdeni a zenei képzést. Pontosan. Nagyon jó, hogy itt kezdhetem, és megtaníthatom az anyukákat arra, hogy ők mit énekeljenek gyermekeiknek, a közös mozgásokat, a közös játékokat. Segíthetek ebben, abban, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, ilyen szinten is. Aztán jönnek az ovisok, és akkor egyre inkább fölfelé a felnőtteknek is szoktam muzsikálni. Egy ilyen kis finom, kicsit népzenés, kicsit meditatív és kicsit lírai zenét, ami egy kicsit más, mint amit az ovisokkal csinálok, mert az ovisokkal pörögni kell, fel kell pörögni hozzájuk, uh-huh. és szinte szoktuk mondani, hogy őrjöngünk. Igen. A felnőtteknek... Őket meg le kell higgasztani egy kicsit, meg kell nyugtatni. Igen, a csendesedem. Hűs borogatás a homlokra a zenében. Igen, ez is egy örömzene, csak igen. A belső, csendes belső uh-huh. örömre hangolódunk rá. Ehhez kapcsolnám, van egy nagyon érdekes kezdeményezésünk, amit nem is egyedül csinálok, hanem egy csodálatos lélekkel, Juhász Enikővel, Hangszabadítás, hangölelés címmel. Van egy foglalkozásunk, aminek a hangölelés része az egy hangfürdő, az gyakorlatilag egy hangtálas, hegedűs hangfürdő, ami hivatott a normális rezgéseket helyreállítani uh-huh. a szerveinkben. Ilyet többen is csinálnak, ez egy nagyon szép dolog, és nagyon szeretik. De ezt össze szoktuk kapcsolni egy hangszabadítás nevezetű programmal, ezzel szoktuk indítani. Ez már izgalmasabb, mert arról van szó, hogy nagyon sokan nehéz blokkokkal a szívünkben élünk. A szívünknek az ajtaját zárva tartjuk, vagy csak épp egy picit szűrődik át rajta a fény. Nem vagyunk nyitottak magunk felé sem, mások felé sem, fölfelé sem eléggé.
nem tudunk egymás szemébe nézni egyenesen és tisztán. Ezen próbálunk segíteni a hangunkkal, az éneklésünkkel. Olyan gyakorlatokat hozunk az embereknek, amikkel sikerül egy picit megnyílniuk. Ugyanis, hogyha bent marad az énekhangom, és nem merem kiadni, akkor a kommunikáció egyéb területein is gond lehet. Hogyha szép lassan megmerem engedni magamnak azt, hogy kiadjam a hangomat először halkan, bizonytalanul, aztán egyre szebben, áradóbban, és merjek közben kapcsolódni a másik emberrel, merjem a belső fényemet felé sugározni, és merjek a szemébe nézni. Ez nagyon szép folyamat, és nagyon szép szabadság élményről számolnak be azok, akik ezt megélik. Nagyon sokan járnak úgy, hogy gyerekkorukban valamiféle pofont kapnak a szülő, vagy a rokon, vagy az énektanár legrosszabb esetben. Azt mondja, hogy kisfiam, jobb, ha hallgatsz, jobban járunk mindannyian, hiszen szörnyű a hangod. Ezek nagyon mély nyomokat tudnak hagyni bennünk, és nagyon sok ilyet hallottam, és innen megnyitogatni az embereknek a hangját és a szívét, az nagyon nagy feladat és nemes feladat szerintem. És sikerül, ha szépen lassan is. Úgyhogy ez a program erről szól, és nagyon nagy szeretettel csináljuk, és nagyon nagy öröm van benne. És mi magunk is nyílunk tovább tőle. Ilyenkor, amikor közös éneklések vannak, akkor figyeljük az emberek szemét, belenézünk a szemükbe, és gyönyörűen csillognak. Csoda, amit látunk benne. Egymás szemébe is belemerünk nézni. A közönség is belenéz egymás szemébe, és ez szinte példanélküli a hétköznapi életben. Magam előtt látom, ahogy egy metró szerelvényen utazom, és elkapják a tekintetüket egymástól. Félnek az emberek egymástól, sőt, néha maguktól is. Igen. Igen. De ezért vannak ezek a remek alkalmak, amiket te is most ajánlasz, és ezt a hallgatóknak is ugye ajánlhatjuk, akár a honlapodon keresztül is, és igen, minket is hívhatnak, a mi rádiónkat is, hogy bekapcsolódjanak ebbe a derűs élménybe, ebbe a kiderülésbe, felderülésbe. Úgyhogy kérlek, mondj, elérhet egy honlapot, vagy valami, jó, valahol, ahol, hogyha most nagyon tudják, fölírják a hallgatók, de ha nem, akkor várjuk a hívásukat, és továbbítjuk. A tucsokszabi.hu weboldalon tájékozódhatnak ezekről a programokról, vagy bármilyen formában Cseke Szabolcsot keresve. Közre szoktam adni ezeknek a programoknak az idejét és elérhetőségét. Nagy szeretettel várok mindenkit, aki szeretne töltődni, kinyílni, töltődni. És áradni. Azért most ezekben most nagyon nehéz napokat élünk. Nem is mondom, hogy miért, mert úgyis tudja mindenki, hiszen ez ömlik a rádióból, hírekből, hogy mik zajlanak most a világban, és azt hiszem, ilyenkor kell a legjobban összekapaszkodni, és igen, egymás szemébe nézni, és egymás fényében fürödni, és egymás szeretetében megbizonyosodni, és töltődni. Tehát azt hiszem, hogy most van a legnagyobb szükség erre, hogy ne legyenek háborúk és gyűlölet, és hogy nem csak az elfogadásról beszélek, hanem tehát igen, ahogy mondtad, hogy fölfele is nyíljunk, és befele is nyíljunk, és hogy legyen egy olyan stabil énünk, egy olyan stabil életünk, amit nem zavarhat meg külső hatalom. Igen, nagyon fontos, hogy befelé merjünk nyitni, kifelé, Isten felé, egymás felé. És így erősödünk fontos. Meg. Mint ember, mint család, mint haza. Így van. És nagyon jó, hogyha találunk remek alkalmakat arra, hogy egymáson segítsünk, és egymásnak adjunk valamit. Erről az jut eszembe, hogy tavaly karácsonykor, 4 nappal karácsony előtt, szenteste előtt kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha azokat megkeresnénk, akik egyedül karácsonyoznak, akik magányosan töltik a karácsonyt, nincsenek innen az utcán, nem látványosan szerencsétlenek, hanem csak egyszerűen magányosak, szomorúak. És ezt nem hirdetik. Hogy mi lenne, hogyha megtalálnánk őket. És csodák csodája, 4 nap alatt rengeteg segítőtársamakat, rengeteg ember ajánlotta, hogy jön velem, adományokat kaptunk, amiket ajándékozhattunk,
A legnehezebb az volt, hogy megtaláljuk a célszemélyeket, de akikhez ez menjünk. A címeket. Igen. Aztán a végén az is sikerült, úgyhogy szent estét ezzel töltöttük meg, szent éjszakát. Akkor ezt majd mi is bevezetjük most. Jó, terem, hogy hagyományt. Kedved, igen? Hogy társulunk ebben, és a mi rádiónkban is szívesen hirdetünk erről majd, és címeket, időpontokat adunk, és nem csak pénz és ajándék, hanem arra gondolok, hogy akár egy társüteménnyel is oda lehet menni, nagy egy kedves szerint. Verssel, egy énekkel, egy hegedűvel, csippaldóbbal, nádi hegedűvel, vagy egy öleléssel, ami talán ez életmentő tud lenni egy ilyen estén, amikor valakinek nagyon mondjuk meghalt érzed. Egy családtagja, vagy elvált, vagy magányos, és lehet, hogy van neki pénze, de az ölelés az viszont megfizethetetlen. Így van, nagyon jól ráéreztél a lényegre. Ezek okozták a leggyönyörűbb pillanatokat a körútunk során, az ölelések és a kis dalok, amiket elénekeltünk nekik. Úgyhogy nagyon örülök, hogyha hagyományt teremthetünk ebből. Én ebben benne vagyok, úgyhogy ezen túl. Most a karácsonyokat már együtt szervezhetjük, igen. És szerintem a kedves rádióhallgatók is bele fognak kapcsolódni. Ó, nagyon örülnék neki. Úgyhogy fogunk még decemberben találkozni, és erről beszélgetni. Nagyon csodálatos. Igazából most elkezdem már szervezni, mert az a 4 nap nagyon kevés volt. Így van, úgyhogy kezdjük el holnap. Annyi különbséggel, hogy az idén azt gondoltam, hogy a szeretteimmel tölteném a szentestét, így 25-én tervezem ezt az akciót, és akkor az egész napot gyönyörűen rá lehet szánni. Igen. Hiszen a szenteste nagyon gyorsan eltelt, egyszer csak azt vettük észre, hogy hajnali 2 óra van, és az utcán ott még osztogatunk, és voltak járókelők. De jó. Úgyhogy most egy kicsit korábban kell elkezdeni a szervezést. Most még időben vagyunk, tehát azért szeptember közepén. És hogyha egy összehangolódunk, meg tényleg itt alakítunk egy ilyen akciót a rádióhallgatókkal, kollégákkal, meg hát nyilván neked is rengeteg embered, segítőd, barátod van azért. Te fél országot körbeéri ez a szeretetlánc, a felét. Igen. De a másik felét meg majd csinálják a többiek nyilván. Igen, nagyon szépen működik ez. És minél több helyen hintjük el, annál jobb ez a dolog. Mondok példákat, hogy esküvőkön szoktam a ifjú párnak énekelni szerelmes dalokat. Tehát ez is ritka. Igen, bevonva a násznépet, vagy mondjuk őri ajándok rendelőjében a betegeknek a kezelés alatt zenélni. Azt még el szeretném mondani, hogy ezen a 2 lemezen felül most még egy 3. lemez is készül, egy gyönyörű szerelmes dalokat tartalmazó lemez. Esküvőkre? A már említett Enikővel. Igen. Ő énekel? Igen, ő nagyon szépen énekel, hegedül és gitározik is rajta. Úgyhogy igyekszünk felölelni és megragadni minden lehetőséget ahhoz, hogy ezt a szeretet magot hintsük és fényt gyújtsunk az emberek szívében. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép feladat. Az a legszebb küldetés. Kívánom, hogy Isten áldjon téged ezen az utadon és az összes társadat, aki ebben részt vesz. És az Isten áldja a hallgatókat is, akik most minket nagy türelemmel végighallgattak, és remélem, hogy bekapcsolódnak a mi szeretetláncunkba, amit Szabolccsal együtt fogunk továbbítani, de ezt most mindenek előtt egy zenével tesszük, az Örömzene című CD-dről. Mi a dal címe? Ennek a dalnak a címe... Átölelt a kikelet. Most így az őszküszövén. Átölelt a kikelet, hát mi másra búcsúzhatunk. Búcsúzunk ilyen szeretetöleléssel a hallgatókkal. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Isten áldjon mindannyiunkat. Elvitte a szívemet,
feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre, átölelt a kikelet, elvitte a szívemet. Feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre, átölelt a kikelet, elvitte a szívemet. Feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre, átölelt a kikelet, elvitte a szívemet. Feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre. Átölelt a kikelet, elvitte a szívemet, dalos ajkú madárka szállt vele hét határba. Nem bánja az én szívem, ott marad a csőrében, lérceken zeng a hangja, soha vissza nem adja. Átölelt a kikelet, elvitte a szívemet, feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre. Átölelt a kikelet, elvitte a szívemet, feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre. Feloldott az ég kék jel, elvarázsolt örökre.